Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Szombaton hagyományos módon Székesfehérvárra várják az országos borlovagrendek tagjait. A hagyományos konferencia után az Icsiligetben a közönség is birtokba veheti mindazt a szépet és jót, amit a borlovagrendek kínálnak az emberfiának. Vasárnap pedig az öreghegyi mulatságok keretében szintén hagyomány már megtudhatjuk, hogy az öreghegy vörös és fehér bora díjat melyik borász nyerte idén. Tisztelettel köszöntöm Mészárovics Imrét, a Nóhegyi Szent István borlovagrend nagymesterét. Hát sűrű napok elé néznek. A királyi napok keretében augusztus 18-án már is itt van hagyományos módon a Magyarország és Kárpát-medencei borlovagrendek országos találkozója, illetve a borrendek országos szövetségének szakmai napja hagyományos módon a Magyar Király szállóban. Azt hiszem, hogy ez a konferencia nagyon fontos a borrendeknek, hiszen esztendőről esztendőre itt tudnak beszámolni, hogy mi történt abban az évben, és milyen jövőképet mutatnak a borrendek. Igen, én köszönöm a meghívást. Valóban így van ez, és ennek most már igen komoly tradíciója van, hisz évek óta pont a királyi napok keretében, és hát a Szent István napi ünnepek keretében tartjuk ezt az országos nagy rendezvényt. Mintegy közel 40 borrend jelenik meg az országos borrendi tagok közül. Fontos mindjárt számára, hogy megosszuk a tapasztalatinkat, sőt ebben az évben ugye különleges helyzet van, hisz a szüret előbb történik meg, mint korábban egy-két héttel. Meg kell jegyezzem, hogy ez a rendezvényünknek okoz is némi problémát, de természetesen ezen túl leszünk. Így is várunk mintegy 30-35 borrendet, akikkel hát megosztjuk a tapasztalatainkat, és szeretnénk ünnepi és ünnepies keretek között természetesen ezt a napot eltölteni. Ugye természetesen az ünnepi a hangsúly jön, akkor a szakmai napon nyilvánvaló, hogy olyan előadások is lesznek, amelyek bemutatják egy kicsit a múltat, előrevetítenek. Annál is inkább, hiszen itt lesz Kocor Kálmán, a Magyar Borrendek Országos Szövetségének elnöke is, és amire külön felhívnám a figyelmet, hiszen országos borpremier és zengő zászlós bor évjárat kóstoló is lesz. Igen, így van. Hát ennek is van azért hagyománya, az, hogy milyen témát választunk ezeken a konferenciákon, az általában összefügghet éppen évfordulós dolgokkal is, és a másik, ami engem személy szerint is, és a borrendünket a helyzetünknél fogva nagyon foglalkoztat, az öreghegy múltját illetően is, hogy a magyarországi pincék, hisz a borokkal kapcsolatos széleskörű mozgalom az nagyon szépen kiépült, de igazán kicsit kevesebbeket tudunk a háttérről, hogy vajonban a magyarországi pincék helyzete, állapota, körülményei hogy néznek ki, és ezért ezt a témakört tűztük egyik előadásunkra, hogy ismerkedjünk meg a magyar helyzettel ebből a szempontból is. Ez lenne az egyik előadásunk témája, a másik előadásunk pedig összefügg a királyi napok és azokkal a nemzeti ünnepekkel, ami most éppen a Székesfehérvárt érinti, ez a Mátyás királynak az évfordulója, és lesz egy múzeumlátogatásunk, egy rövid múzeumlátogatásunk, amit felvettünk a programba, az pedig a második Andrással kapcsolatos kiállításnak a megtekintése. Most tehát ez a szakmai nap része, utána igen. Viszont a közönségprogram hagyományos módon, illetve lesz egy teljesen új kezdeményezés, hiszen felvonulnak a borlovagrendek. Igen. Új megoldás, hogy nem a virágórától fogunk felvonulni a színpadra, hanem szeretnénk egy kicsit magunkat is megmutatni, meg a vendégeinknek a fő utcát legalább, és abban a forgatagban egy picit részesek lenni. Ezért az lesz a megoldás, hogy az országalmától fogunk felvonulni, a K-Kics együttes zenei segítségével, kíséretével, és természetesen kapunk egy kis segítséget a felvonás lebonyolításához, hogy akadálymentesen végig tudjunk jönni a főutcán. És ezt követően pedig az Icsiligeti színpad lesz az otthonuk, mint esztendőről esztendőről. Itt mi történik, hiszen megszokhattuk, hogy a borlovagrendek egyik oldalról bemutatkoznak, és új borlovagokat is köszönthetünk. Igen. Hát hála Isten, hogy
ezt a szép hagyományt most is meg fogjuk tudni ejteni. Két borlovagot avatunk, mind a ketten igen komolyan komoly háttérrel rendelkeznek, és komoly múlttal rendelkeznek a szőlészeti borászati tevékenységben, mind a ketten a Velencei hegységben végzik ezt a szép munkát, szép feladatot. Előre is gratulálunk nekik. Hát igen. Nos, a forgatókönyv szerint a másnap is az önöké, hiszen az öreghegyi mulatság keretében ezt már megszokhattuk, a térségi partnerszervezetek találkozóját rendezik meg. Így van, ennek is ugye megvan a hagyománya, sőt, jelzem, hogy épp most kaptam, ugye, vagy most találkoztam az információval, hogy negyedszázados ez a rendezvény itt az Öreghegyen. Ebből 16. alkalom, hogy a borrendünk is részt vesz, tehát ez egy sajátos hagyomány itt az Öreghegyen is. Hát természetes, miután azért Szent István borlogáról beszélünk, és Noé hegyről, ezért a kötődésünk erőteljes. Azt kell mondjam, hogy a borlovagrendünknek szinte ez a hazája, vagy ez a alapvető feladatköréhez kapcsolódó dolga. Nagy szeretettel veszünk részt ezen, és szeretnénk egy picit elmélyíteni a kapcsolatunkat, egy kicsit újszerűvé tenni, és ezért lesz egy új eleme ennek, azt a tiszteletet megadva, amit megérdemel véleményem szerint az Öreghegy szőlészeti borászati múltja, beleértve azzal a szoborral, ami itt a Fiskális út és a Pozsony út kereszteződésében a körforgalomban van. Mi ezt hagyományteremtően innentől kezdve minden évben szeretnénk megkoszorúzni, elismerve mindenképpen azt a történelmi múltat, ami megillet az Öreghegyet. Igen, Nagy Benedek szobra ezt jelzi mindenképpen. Nagy Benedek szobráról van szó, igen. És hát mi ennek nagy örömmel teszünk eleget. Ezt követi a felvonulás, hiszen a színpad már várja önöket, a borháztól a színpadig. Ott pedig azt hiszem, hogy hagyományos módon zajlanak az események, de azért elevenítsük fel, hogy mi minden történik ezen a délután. Jó, hát most ugye egy kicsit ez is megváltozik, mert itt fogadjuk a vendégeket az Öreghegyi Kultúrházban, és innen fogunk indulni, ez is egy kicsit újszerű lesz, mert a koszorúzást követően, hisz ez a kiinduló helyzete a felvonulásunknak, beöltözve már a megfelelő módon a kis vonat fog elvinni bennünket föl a helyszínig, de egy picit előbb a borháznál meg kell állnunk, és onnan pedig fogunk felvonulni, szintén a Kákics együttes közreműködésével. Ez is egy kicsit újszerű, mert úgy gondoltuk, hogy talán itt kulturáltabb környezetben tudjuk fogadni a vendégeinket, és ezt szeretnénk szintén hagyományként bevezetni, hisz a kultúrház célja, feladata azért van, vagy azonos azzal a törekvéssel is, amit mi itt képviselünk. És a megye baráti borrendjei lesznek itt, illetve a térség. Igen, hát ezek alapvetően a Fejér megyei borrendek, ezekkel a borrendekkel nekünk természetesen nagyon szoros kapcsolatunk van, viszonozva végezzük ezt a szép dolgot. Tehát ugye a legszorosabb kapcsolat még itt csak megyén belül van ezekkel a borrendekkel. Ugye a hivatalos bemutatása az új vezetésnek már megvolt természetesen, igen, de azért most az öreghegyi mulatságok keretében is meg kell, hogy ez történjék. Meg fog történni, mert úgy gondoljuk, hogy ezt úgy illik, hogy mutatkozzunk be. Természetesen szeretnénk azt is, tehát azt is tisztázni, hogy itt nem arról van szó, hogy valami egyéb oka lett volna itt a váltásnak, az oka nagyon egyszerű. Lejárt egy terminus, és úgy döntöttünk, hogy próbáljunk egy kicsit megújulni. Én ennek szeretnénk eleget tenni. Én a magam részéről biztos vagyok benne, hogy nem csak én, hanem ez új vezetés mindent meg fog tenni, egy kicsit megújuljunk, megfrissüljünk, és kibővüljön a tevékenységünk. A megújulás jegyében megismerkedhetünk a gyönyörű ifjú borkirálynőnkkel is. Azt hiszem, így hogy ez van. Egy nagyszerű találkozás lesz. Igen, nagyszerű találkozás, de én szeretném azt is megjegyezni, vagy talán élni a lehetőséggel, hogy ezt az alkalmat is felhasználva arra, hogy 22-én elindultunk egy teljesen új dolgot, az pedig az lesz, hogy az év egészét figyelembe véve
a szőlészeti, borászati tevékenységhez kapcsolódóan mit tudunk mi hozzátenni az itt borászkodók részére. Ez azt jelenti, hogy 22-én tartunk itt egy előadást, elindultunk egy ilyen sorozatot, hogyan a szüret, hogy készüljünk a előkészületekre, hordók előkészítésére, megismertetjük újra egy kicsit, vagy átbeszéljük a hagyományos borkészítésnek a dolgait, a modernebb, reduktív borkészítésnek a technológiáját, tehát elindul egy ilyen előadás. Jön majd a borbustra, és megmérjük ennek az eredményét. Aztán majd jön a borverseny, akkor megnézzük ennek az eredményét, és az összes többi hagyományos rendezvényünket, legyen Szent Márton napi dolog, vagy majd egy következő borverseny, tehát ezeket mi szeretnénk ilyen valami folyamatban építve napirenden tartani, és hát ezért említem, hogy minden alkalmat felhasználok arra, hogy említsem ezt a 22. újszerű rendezvényünket. Tehát lépést tartanak a korral. Ugyanakkor nem feledkeznek meg az előző vezetésről, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a borrend elismert legyen ebben az országban. Ez természetes. Egy olyan szervezet, amelyik egy mozgalom és tulajdonképpen egy olyan közösség, ahol egymás segítésén alapszik. Én úgy gondolom, hogy egy olyan vezetést illik köszöntenünk ilyen formába is, akik 16 évig, meg 15 évig, meg hosszú távon ezt a borrendet vitték, életben tartották, ezért úgy gondolom én, hogy ezért köszönet jár. És természetesen nem csak ez a köszönet, az is egy köszönet, hogy azokat a hagyományokat, amit ez a borrend eddig megteremtett, azt természetesen visszük magunkkal. Legfeljebb próbáljuk szebbé tenni. Nagyon fontos az ünnep részeként, hogy megtudhatjuk, hogy melyik lett a legfinomabb nedűk ebben az esztendőben. Hát ez az az igazság, hogy ez ugye egy titoktartás mellett megy, mert ezt egy zsűri rendezés napokban tudtam én is meg, hogy itt tulajdonképpen kié lesz az Öreghegy fehérbora cím, vagy a vörösbora. Hát megmondhatom, most már az utolsó pillanatban vagyunk, de ha lehet, akkor tartsuk még ezt titokba. Rendben van, viszont újdonságot terveznek itt is, hiszen megvendégelik a népet, akik megtisztelik ezt a rendezvényt. Hát ezt jó szívvel tesszük, ezt megmondom őszintén, én találtam ki. Természetesen azt jelenti, hogy azokból a borokból, amelyek most ezt a címet megkapják, úgy is illik, hogy próbáljuk egy kicsit megismertetni az ünneplő közönséggel, ezért olyan módon készülünk, hogy mintegy 250 poharat készítünk elő, és valami ügyes módon megpróbáljuk azt megszervezni, hogy a rendezvény alatt ezek a poharak a borkedvelők részére kikerüljenek, és hát lesz egy személyzet, aki ezeket a poharakat megtölti, és lesz egy együttes közös kocintás. Ez a kocintás mennyeünk egészségére, a város szépülésére, tehát nyilván azokra az értékekre, ami egy, úgy gondolom, egy városi lakós számára lehet ez élményszerű, vagy éppen egy nagyon szép dolog. Nagyon fontos, hiszen a város számára is fontos a borrend, hogy természetesen a város vezetői is itt lesznek szombaton. Igen, szombaton köszönthetjük a rendezvényünkön az alpolgármester urat, Róth Pétert, és a Öreghegyi rendezvényen pedig a hagyománynak megfelelően a Öreghegyi képviselőket és Cserpakovics András polgármester urat. Nos, a búcsú az mindig ugyanaz, az áldás. Amikor az áldásról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy miként készülünk a következő időszakra. Tornyai Gábor majd elmondja az áldását, ön viszont ugye sok újdonsággal jöttek ki az új vezetés. Miként látja az eddig eltelt időszakban, sikerült-e megvalósítani a elképzeléseiket? Hát ugye ebből az újszerű dologból, amit szerettünk, amit terveztünk, akkor talán inkább így indulnék ki. Új megoldás, ez a úgynevezett koszorúzás, amit itt említek az Öreghegyen, újszerű a borversenynek a bevezetése, hisz ennek nem volt hagyománya, újszerű az, hogy megkínáljuk borral az ünnepi körülmények között itt az Öreghegyen az itt lévő ünneplőket, és hát igyekszünk tulajdonképpen magát a rendezvényünket is szebbé tenni, hisz az a szándék is, hogy jobban mutassuk meg magunkat, és a vendégeknek is Székesfehérvár fő utcáját, az is egy újszerű dolog, hogy próbáljuk, bár terhesebb egy kicsit a korábbihoz képest, de mégiscsak vonuljunk fel a fő utcán. Én ezt egy nagyon szép dolognak tartom.
Folytatjuk az Agrárinfót, kedves nézőink. Mékuti Tibor, a tejtermék tanács elnöke elmondja, hogy miért elkerülhetetlen a tejáremelés. Többek között arról is szó esik, hogy a klímaváltozás okozta sokkal gyengébb minőségű tej, nyers tej teszi ezt szükségessé. A tejpiaci válság óta az áfa csökkentésének köszönhetően visszarendeződtek az árak hazánkban, jelenleg a tej ára nem emelkedik. A tej és tejtermékek árában azonban komoly változásokra számíthatnak a vásárlók, elsősorban a vaj, a tejföl és a tejszín drágul. Legkésőbb szeptemberben a tejáremelést meg fogjuk tenni, és ezt folyamatosan emelni fogjuk az elkövetkezendő időszakban. Ugye az első 5 hónap mindig egy tejtermelési válságot jelent. Ezzel kapcsolatban például a spotpiaci árak 18 és 22 cent között voltak. Ez azt jelenti, hogy a magyar tejágazat kb. 45-50 forinttal magasabb tejárat fizetett, és próbáltuk stabilizálni a nyers tej felvásárlási árát. Ez nagyon lényeges, mert 2016-ban a kormánynak az volt a döntése az áfa csökkentéssel kapcsolatban, amit megtettek 2017 január 1-ével, ugye a nyers tej, illetve a friss tej áfájával kapcsolatban 18%-ra, 5%-ra csökkentették, hogy emeljük a nyers tej árakat, a másik oldalon pedig a kiskereskedelmi láncok legalább 85-90%-ban magyar tejtermékeket vásároljanak. Na most ugye itt a áfa csökkentés fogyasztói tejnél megvalósul 2019. január 1-től, itt az OHT és az ESL tej vonatkozásában is. Én ez úgy gondolom, hogy ez komoly döntés volt, és nagyon örülök, hogy a kormány így döntött, mert ez jelentős lehetőséget ad a tejágazat számára. Egy évvel ezelőtt is jelentős mértékben emelkedett a tejszín és a tejzsír ára, ez mindenképpen azoknak az állományoknak kedvez, ahol magas a tejzsírtartalom, ez fajta kérdés is. A Holstein állomány, ami az országban jellemző, 3,5 és 3,8 zsírszázalék között tud termelni. A jelen pillanatban a klímaváltozás miatt nagyon komoly beltartalmi érték csökkenés van, tehát a zsír és a fehérje vonatkozásában. Körülbelül a zsírnál ilyen 3,55-3,58%, a fehérjénél pedig 3,1 és 3,15 között van. Ez nagyon komoly csökkenést jelent, illetve a tejvolumen is csökkent 6-8%-kal már gyakorlatilag júniustól. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a vásárló ezt miként érzi meg, hiszen óhatatlanul is lesz az árakban is változás, mégpedig nyilván felfelé. Gondolok itt a vajra, amely eddig is elég drága volt, a tejszín nem különben. Így igaz, tehát itt a tejföl vonatkozásában is körülbelül 1 kiló tejföl egy olyan 150-180 forinttal fog emelkedni, a vaj vonatkozásában pedig egy ilyen 350-380 forinttal. Jelen pillanatban a 40%-os tejszínára a spotpiacon 2,85 és 3 euró között van, tehát ez rendkívül magas, és érzékelhető, hogy a vajárak is folyamatosan növekednek, tehát már Németországban 6100 euró fölött van a egy tonna vajnak az ára. Tehát ezeket az áremeléseket meg kell tennünk, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor utána nem tudjuk emelni a felvásárlási árakat, a nyerstej felvásárlási árakat, és miután én úgy gondolom, hogy minden hazai tejipar fejlesz, nagyon fontos lenne a következő időszakban, hogy a termelők folyamatosan jó tejet és magas beltartalmi értékű tejeket termeljenek. Ugyanakkor azt figyelhetjük meg, hogy a nagy áruházláncok polcait elárasztják az importtejek, amelyek olcsóbbba kerülnek. Nyilvánvaló, hogy itt arra kell figyelnünk, hogy ez felesleg abban az országban, ahol ezt termelték. Tehát ennek ez az elsődleges oka? Te ne dőljünk be, ha úgy tetszik az olcsó külföldi tejnek? Nem szabad bedőlni az olcsó külföldi tejnek, ez az egyik, a másik pedig én úgy gondolom, hogy a fogyasztóknak is foglalkozni kell azzal, mert a Magyarországon elállított tejtermékek nagyon jó minőségűek, és ugye itt elkövetkezendő időszakban lesz egy megbeszélés az Agrárkamaránál, kiskereskedelmi láncokkal, és mi azt szeretnénk, hogyha a teljes fogyasztói tej 100%-ban Magyarországról kerülne a kiskereskedelmi láncokba és a fogyasztók elé. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon komoly marketinget csináltunk, hogyha most megnézzük ezt a tejkamiont, több mint 55 000 gyerek nézte meg a tejkamiont, és
a tejkamionban meg tudták nézni azt, hogy Magyarországon a feldolgozóipar milyen tejtermékeket gyárt és milyen jó minőségűt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a fogyasztói tejek 2019. január 1-től kb. A 8-10%-kal fognak csökkenni. Ez egy jelentős lehetőséget biztosít a fogyasztóknak, és én merem remélni, hogy 100%-ban kizárólagosan csak Magyarországon elállított tejtermékeket fognak vásárolni. Tehát a szaktárca, a kamara, illetve a terméktanács együtt gondolkodik, nyilván megoldást keres a másik oldalról, de mi az unió véleménye, az uniós tagországok véleménye, hiszen az Unió Mezőgazdasági Bizottsága ilyenkor azért állást foglal ebben a kérdéskörben is. Igen, hát az uniónak az a véleménye egy-két országnak, hogy amikor tejtöblettermelés van, akkor Közép-Kelet-Európába ezt alacsony áron le lehet vezetni. Én úgy gondolom, hogy ez nem így működik. És hogyha megnézzük a többi országokat, például Németországot, Franciaországot, Lengyelországot, semmilyen import terméket nem vásárolnak. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt meg kell valósítani Magyarországon is, és ez az áfa csökkentés, amit a kormány jóvá hagyott, ez egy nagyon pozitív irány, és a fogyasztói tejeknél én azt gondolom, hogy 2019-től kizárólagosan csak Magyarországon elállított tejtermékek lesznek. A tej felvásárlási ára 2017-ben 25%-kal növekedett. Az évvégi 100 forintos hazai tej felvásárlási ár már csökken, az első negyed évben pár forinttal már aratta maradta a tavalyi év végének. Az év eleje óta, amikor időszakosan tejtöblet van, akkor lefelé mennek az árak, a gazdák arra számíthatnak, hogy valamennyit csökken az ára következő negyed évben, és onnét pedig újra emelkedik. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, minden jót kívánok, viszontlátásra!